Kicsit nehéz a dolog, mert úgy kell fölvezetni ezt az egészet, hogy műábránd 200, publikus intimen 2.0. Na most ez a vezér motivuma a dolognak, hogy 200 adásnál tartunk a műábránd sorozatunkban, amit egy néhány évvel ezelőtt találtunk ki a művészet, nagyon csúnya szó, de sajnos használni kell, hogy népszerűsítésére, mert ugyan a művészek önmaguk között gyönyörűen működnek, de az nem értő közönség nem jut hozzá ehhez a úgynevezett értőséghez, mert hogy egyszerűen el kéne mennie kiállításokra, de nem mennek az emberek, vagy nagyon kevés. De elhatároztuk, hogy mi ezt egy kicsit megsegítjük azzal, hogy csinálunk egy ilyen sorozatot, ahol a művészetet kicsit közelebb próbáljuk vinni a hétköznapi emberekhez, hogy ha nem is teljes magyarázatot, de mégiscsak felkínálunk egy lehetőséget, hogy át tudja gondolni, hogy egy művész milyen gondolatokkal készít el műalkotásokat. Amikor ezt a műsorsorozatot jó néhány évvel ezelőtt kitaláltuk, akkor hát bizonyos tekintetben kezdő voltam a művészetekkel, a kortárs művészetekkel, a képzőművészettel, de hát szépen elkezdtem tanulgatni ezt a dolgot, hogy hogy működik a művész gondolatmechanizmusa, amikor elkezd elkészíteni egy művet, akkor annak van egy története, valószínűleg az a története, hogy ő lát valamit a világból, olvas, filmet lát, sok mindenféle inger érheti, amiből ő úgy gondolja, hogy elkezd egy akár egy darab művet, akár sorozatot, akár bármilyenféle művészeti formát megmutatni. És hát ez a tanulási folyamat, ez nagyon jó, mert az én saját elgondolásom is az, hogy én nagyon sokat fejlődtem ebbe a dologba, hogy másképp használok dolgokat, a világnézetem megváltozott egy kicsit, hogy az alapoktól próbálom kezdeni, hogy az egész világ egy művészet, ugye? Ha azt nézzük, hogy minden egyes pillanatában a természet, vagyis a világ egy művészettel él, akkor mi is abban élünk, ugye? Megfogunk egy tárgyat, akkor azt megtervezték. Ha elmegyünk egy filmet megnézni, azt művészek megcsinálták. Ha elmegyünk egy táncdarabot, akkor ott táncolnak egy zenés dolognál, akkor zeneszerzők vannak. A képzőművészet meg szobrokkal, installációkkal, mindenféle festményekkel, grafikákkal, nagyon széles körű ez a történet. Ezek mind-mind-mind a világot próbálják el meg felmutatni. Az a lényeg, hogy felmutassunk valamit a világból. Hogy lássuk, hogy az a művész az adott világból mit gondol, és ezt az ő művészi eszközeivel megmutatja nekünk. Na most, ha ezek a művészi tárgyak bekerülnek egy olyan térbe, ahol művészet van, mondjuk egy kiállító térbe, abba a pillanatban műtárgyá válik. És ez a műtárgy, ez elkezd beszélni a őt megnéző emberrel, ugye, mert kommunikálnak valamilyen szinten. És akkor itt kerülünk mi a képbe, hogy van egy művész, van a műtárgya, és egy befogadó közeg, aki érdeklődik a művész iránt és a műtárgya iránt. Na most, ha ő nem megy el a műterembe, vagy mondjuk a kiállító térbe, akkor ez nem kerül oda hozzá. Viszont ha mi filmet csinálunk róla, akkor a gondolatokat tudjuk közvetíteni ennek a befogadó közegnek. És ez a mi feladatunk. Hát nem tudom, hogy igazándiból jó szó-e, hogy mi pluszt adunk ezzel a dologgal. Igazándiból a színességében valószínűleg az ad a legtöbbet, hogy nagyon nagy a merítés, amit mi csinálunk. Mert hogy a táncművészettől, a performanszig, a zenészektől, a képzőművészetig, a film, a fotó, a gyakorlatilag minden működik nálunk. Így
akár gondolhatnánk azt, hogy ez egy nagy kavalkád az egész, de nem, mert egyszerűen a színességét mutatjuk meg a művészeti ágaknak, hogy mi mindent megpróbálunk megmutatni. Persze néha azt mondhatják, hogy jó, akkor majdnem nem mutattunk semmit. Igen ám, de minden egyes pillanat számít. Annak, aki először megy el egy kiállítótérbe, vagy nagyon kevésszel járt, annak minden pillanatot új. Elmegyünk mondjuk az Art Marketra, vagy elmegyünk egy stúdióba, vagy elmegyünk egy háttér előadásra, ahol művészek beszélgetnek a műveikről. Ezek mind-mind-mind érdekes pillanatok. És a katalizátor, a közvetítés szerep az a miénk. A magyarországi legjobbakat próbáljuk megkeresni. Vagy éppen azokat a művészeket próbáljuk megkeresni, akik különleges dolgot csinálnak, vagy éppen pályakezdők, és keresik a helyüket, de érdemes velük foglalkozni, mert a potenciál bennük van. Na most ez, amikor ezek a kitaláljuk azt, hogy akár milyen művésszel készítsünk egy bizonyos riportot, bár többnyire arról szól, hogy van egy kiállítás ezeknek a művészeknek, többnyire barátaink is, vagy olyan ismerőseink, vagy ezek a művészbarátoknak a barátai, szóval ez egy, ha nem is belterjesz, de egy picikét a magunk felé hajolva készítjük ezeket a filmeket. És akkor elmegyünk, ad egy apropót ez a kiállítása, vagy ha éppen nem a kiállítás, akkor valamilyen kapcsán, valaminek a kapcsán, akár az interneten találkoztunk vele, vagy egyszerűen tényleg csak egy megkeresés a dolog, elmegyünk, és nagyjából megbeszéljük a művésszel, hogy mi a, amit egy picit az előbb próbáltam kifejteni, hogy a műábrándossá tesszük a dolgot, hogy képzelje azt, hogy itt nem is igazán egy interjút akarunk vele feltétlenül csinálni, hanem egy kötetlen beszélgetést, amire elmondja, hogy neki milyen intuíciókból jön össze azt, hogy készít egy sorozatot, vagy készít egy képet, vagy egy szobrot, vagy neki áll komponálni. De ezt az előbb megtárgyaltuk. A lényeg az, hogy egy picit beszéljen arról a háttérről, hogy neki mik a gondolatai. Mert hogy ők nem hétköznapi emberek, ők művészek. A művészet az egy színesség, egy másság, de a másság az a művészeti másságról beszélünk, hogy a gondolati másságról beszélünk, hogy ő egy csomó olyan dologgal foglalkozik, amit mi nem teszünk a hétköznapunkban. A hétköznapjaink azok ha nem is teljesen szürkék, de azért hívják hétköznapoknak, mert egy nagyjából egyformák. De hogyha ebből ki akarunk törni, akkor mindig egy különlegeset keresünk. Azért járunk moziba, színházba, koncertekre, kiállítóterekre, mert egy olyan helyzetet akarunk magunk köré teremteni, amitől kinyílik a világlátásunk. És ez a világlátást mi megpróbáljuk rögzíteni, és ezeket a rögzített helyzeteket meg később valamelyik televízióba, vagy akár az internetre, bár nagyon kis televíziókba tudjuk eladogatni, vagyis igazándiból sokszor odaadni csak ezeket a filmjeinket, hogy vetítsék le, hogy az értő közönséghez bizonyos tekintetben, vagy nagy mértékben eljusson. Az az igazság, hogy természetesen, hogy ha azt mondom, hogy hú, kitörő, mert baromi jók ezek az anyagok, akkor valószínűleg azt mondják, hogy én magam utogató vagyok, mert mi csináljuk. Igen, egy bizonyos tekintetben igen, mert nagy kedvel csináljuk ezeket a dolgokat. Persze azt gondoljuk, hogy ezek a művek jók, mármint ezek a filmecskék jók, de az alaphelyzet nem mindig az, hogy a mi filmünknek kell rendkívül jónak lenni, mert az alapanyag jó, akiről készítjük ezt a filmet. Annak kell igazán jónak lenni, annak kell úgy beszélnie, végig gondolnia az életét, a művészetét, hogy a mi filmünk az gyakorlatilag csak egy technikai eszköz legyen. Mert hogyha ez a technikai eszközed megfelel annak, amit ő elmondott nekünk, akkor jó a film. Én úgy gondolom, hogy a 200 adásunkból
én nem vennék ki olyat, hogy nem jó. Más. Mindig valami mást akartunk csinálni, mindig valami más lesz, és ezt próbáljuk interpretálni. Ennyi. Természetesen tervünk millió van, mert az, hogy a világ tele van művésszel, az biztos. Mert hogy rendkívül sok művésszel vagyunk kapcsolatban. Gyakorlatilag minden évben, akár a Képzőművészet Egyetemről, vagy bármelyik olyan művészeti iskolából, egyetemről kijönnek művészek, akikről érdemes csinálni, meg kellene mutatni őket, mert ez biztosan a fejlődésnek egy alapfeltétele, hogy a világ fejlődik körülöttünk. Születnek újabb gyerekek, újabb művészek, akik folytatják akár az elődök nyomdokain, vagy egy nagyon érdekes plusz találnak ki, amitől másképp látják a világot. Nagyon érdekesek a fiatal művészek. Mindenképpen arról szól, hogy ezt folytatni akarjuk. Az, hogy technikailag megújulunk, vagy más dizájnt csinálunk magának a filmeknek, ez akár lehet egyik napról a másikra. Ez nem századik adás, vagy 200. adás kérdése, ez egyszerűen egy jobb kameránk lesz, vagy egy más ötletként megújítjuk mondjuk a főcímet. Ezek változások. A nagyobb változást avval tudnánk elérni, hogy sokkal mélyebb szántóan tudnánk ezzel foglalkozni, hogy ne kelljen mindig más olyan dologgal foglalkozni, ami éppen a napi megélhetésünkkel függ össze. Ami sajnos az a baj, hogy mindenki ismeri a sárga csekkeket, ezek jönnek. A mi kis stúdiónk sajnos egy olyan stúdió, ahol nem arról szól a világ, hogy mi ezt már csak keftelésből egy ilyen kis pluszként csinálunk egy-két ilyen dolgot. Némi megélhetést is szeretnénk ebből. Nagyon jó lenne, hogyha a világnak az a része, azok az emberek, akik megtehetnék, hogy foglalkozzanak egy kicsit a művészettel, mondjuk mecénásként. Ezeknek nagyon örülnénk. Van néha ilyen. Szoktunk találkozni avval, hogy néhány kiállító tér úgy kér föl, hogy tud érte adni egy kis apanást, egy kis megélhetési történetet. De hát ez sokkal jobb lenne, hogyha a világ fölismerni azt. Na most a világot itt persze nem az űrre, meg mindenre gondolok, hanem az a szűkebb környezet, aki avval foglalkozik, hogy a művészet környezetében valamilyen tevékenységet folytat, akár hirdetni a mi tevékenységünket, vagy akár segíteni ezt a tevékenységet. Itt nem feltétlenül arra gondolok, hogy most bankszámlaszámot kéne mondanom, és akkor küldjenek 20 forintot, hanem vegyük észre, hogy mi is munkából és abból élünk, és mi ezt próbáljuk segíteni, hogy a művész, aki ugyanúgy próbálja a képeit eladni, mi egy kvázi kis reklámot teszünk, vagy egy olyan helyzetet teszünk, hogy őt láthassák sokan, akkor hátha egyre több lesz az az ember, aki azt mondja, hogy hát igen, én megtehetem, de eddig mindenféle marhaságra elköltöttem a pénzemet. Akkor adok ezeknek az embereknek. Nem arra kell nekünk, hogy feltétlenül én aranyórát meg Mercedest vegyek, hanem sokkal több időm legyen avval foglalkozni, hogy még mélyebb szántóban bele tudjunk menni azokba a belső gondolatokba, amit egy művész interpretálni akar a műve által. Ez nagyon fontos lenne. Mondhatom, hogy a X év alatt, 200 adás alatt azért rengeteg művész, és azon keresztül egy csomó más művésszel megismerkedhettünk, és ezek a művészek nagyon kedves, rendes emberek. Szoktunk is tőlük kapni műveket. Volt is kiállításunk olyan, amiért a munkámért kaptam művet, azt kiállítottuk, hogy megtiszteljük őket, hogy ez egy közös produkció. Nagyon örülünk neki. Alaphelyzetben nem kereskedelmi céllal, ha én kapok valamit, akkor annak érzelmi értéke van.
ebből a stúdióból, a mi közegünkből ezek a művek nem mennek ki. Itt nem főművekre számítunk, hanem arra, hogy egy tiszteletjeléül kaphassunk valamit. Egy kisebb szobrocskát, vagy egy kisebb festményt, grafikát, ezt, azt. De a kettőnk közötti kapcsolatot bizonyítandó, hogy ez a kapcsolat megtörtént, és ez lenne az igazán fontos. Thank you.